Összefogással a márrák ellen. Ezzel a feliratú molinóval vonultak Szekszárd utcáin az emberek, hogy népszerűsítsék az emlőszűrés fontosságát. Tolna vármegyében általában évente 150 beteget diagnosztizálnak emlődaganattal. Amiből sajnos 40-50 halálesettel végződik, ami nem csak a magáról a betegről van itt szó, az esetek többségében, hiszen nőkről beszélünk, emlőrákról beszélünk, mindenkinek általában van vagy kisgyermeke, gyereke, vagy unokája. Tehát nem csak magát a beteget sújtja ez az esemény, hanem a környezetében lévő embereket is, úgyhogy sokkal fontosabb problémáról van szó, mint ahogy ezt első rátekintésre gondolná az ember, de ami a legeslegfontosabb, hogy ez a betegség, ez megelőzhető. A harc ezzel a betegséggel eredményesen felvehető, elsősorban a mammográfiás vizsgálat miatt, hiszen ez már korai stádiumban kimutatja, ha valakinek daganatos elváltozása van az emlőben. A sétafő üzenetét nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ami az lenne, hogy minden 45 és 65 év közötti hölgy vegye igénybe két évente a részére biztosított térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálatot itt Tolna vármegyében a Szekszárdi Szűrőcentrumba bejelentkezve. Meghívó levelet kap központilag erre, de ha valaki valami miatt nem kapna, akkor is éljen ezzel a lehetőséggel. És hogyha valakinek a családjában előfordult merákos megbetegedés, vagy esetleg magán valamilyen panasz tünetet észlel, akkor életkorától függetlenül is azonnal menjen el a szűrővizsgálatra. A séta a Garai téren ért véget, ahol lehetőség volt állapotfelmérésre is. Nálunk elég sokan voltak, mert mi írtunk itt jelenlétívet, és a mi papírunk az megtelt, úgyhogy mi elégedettek vagyunk, hogy a standunkat elegen meglátogatták. A rendszeres emlő önvizsgálat is nagyon fontos, hiszen már a fiatalok körében is megjelenik ez a kor, így kellőképpen oda kell figyelnünk testünk jelzéseire.